Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit mai ünnepi hálaadó Isten tiszteletünkön. A Szent Lelke töltse be a mi szívünket, és Úr Jézus Krisztus munkálkodjon a mi életünkben. Amen. Foglaljuk el a helyeinket. Hogy Isten gyülekezete, nyája, népe vagyunk ebben a községben, és a 23. Zsoltát mindig megéljük, mert a pásztor vezet bennünket füves legelőre. A szalag elvágását. Köszönöm. Sok jó előadást az intézmény. Egy hónapon belül második hálóadó Isten tiszteletre került sor Badalóban. Egy hónappal ezelőtt a templom külső felújításáért adtunk hálát a mindenható Istennek. Most pedig ezen a mai napon a Badalói Petőfi Sándor kulturális központ átadásáért adunk hálát. Ahogy elmondtam az Isten tiszteleten is, mind a kettőnek nagyon-nagyon örülök, hiszen a hit és a kultúra az valahol összetartozik, és ezen a településen az itt élő embereknek most már lehetőségük lesz a hitüket is ápolni, az Úr Jézus Krisztussal egy szép, megújult templomban találkozni, illetve a kultúránkat is most már tudjuk hol ápolni, hiszen egy új kulturális központ kerül ma átadásra, ami a Petőfi Sándor nevét viseli majd. Én elmondtam az Isten tiszteleten is, hogy nagy bátorság kellett, hogy ennek a kulturális központnak Petőfi Sándor nevét adták, mert olyan gazdag örökséget hagyott ránk, amit majd ápolni kell ebben a kulturális központban is, de én bízom benne, hogy a szervezők, a hivatal mindent megtesz azért, hogy az új kulturális központban méltóképpen tudjuk ápolni, megőrizni Petőfi Sándor ránk hagyott gazdag örökségét, magyar kultúránk hagyományait, a fiatalok, én remélem majd ebben az új kulturális központban megtapasztalhatják és megláthatják, milyen színes, sokszínű, gazdag a mi magyar kultúránk. Hadd legyenek ebben a központban szavaló versenyek, néptánc csoportok alakuljanak, fejlődjön a kultúránk, ápoljuk, mert mi itt tervezzük a jövőt Badalóba, itt szeretnénk megmaradni,
és ehhez most már azt gondolom, hogy sok minden adott, egy szép templom és egy szép felújított kulturális központ.